A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. Én úgy gondolom, hogy azon az úton, amin elindultunk, azon szépen, ha nem is őrült nagy sebességgel, de haladunk tovább. Az, amiről beszéltünk, hogy a lovasportot társadalmasítani kell, annak konkrét eredményeit látjuk, akár itt az arénában ez a két teltházas eredmény is emellett beszél. És ilyenkor, ha arra gondol az ember, hogy 2007-ben, mikor elkezdtük ezt szervezni, akkor kvázi lóra gondoltak az emberek, egy átlag ember, akkor egy ilyen lesajnált érzés volt benne. És hogyha most azt mondod, hogy ló, akkor mindenkinek egy sokkal magasabb polcon van a fejében. Főleg az ifjúsági kategóriákban komoly eredményeket értünk el. A lovas versenyeknek a száma az ebben az évben is emelkedett, a lovas sportolóknak a száma is egy picivel, de emelkedett. Úgyhogy összességében úgy gondolom, ahogy haladunk az úton. Nyilván én sosem vagyok elégedett, a tempót azt mindig szeretném gyorsítani, de legalább jó irányba haladunk, és ez egy fontos dolog. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.